Nem csak a biztonságos internet világnapján a legfókuszáltabb terület a bűnmegelőzés, hanem az év valamennyi napján, mondta el nekünk Huszti Gábor rendőr alezredes. Február első kedje, ez világszerte a biztonságos internet napja. Ez egyébként egy Európai Uniós kezdeményezés, de mára már 190 ország csatlakozott hozzá. Ennek a napnak az a lényege, hogy ezen a napon felhívjuk a figyelmet az online biztonságra, arra, hogy mindenki tehet saját biztonsága érdekébe. Az elmúlt években tapasztalhatjuk, hogy az egész országban megnőtt az ilyen bűnös deliktumok száma, az ilyen eseteknek a száma, és elkerülhetetlen, hogy össztársadalmi szinten foglalkozzunk a kiberbiztonsággal. A meghívott együttműködő szervezetek, intézmények és egyéb személyek a négy asztalnál javaslataikkal, véleményükkel segíthetnek ebben a harcban. A négy témát fogjuk négy asztalon külön-külön megtárgyalni, egy párbeszéd fog itt folyni, és azt fogjuk kérni az együttműködőinktől, hogy az ő saját szemüvegükön keresztül tapasztaltakat osszák meg, sőt, tegyenek javaslatokat, és egy brainstorming jelleggel osszák meg velünk azt, hogy ők hogy látják ezt a kérdéskört, és hogy esetleg eredményesnek látszó megoldásokat is javasoljanak. Olyannyira fontos az internetes bűnmegelőzés, hogy ezzel mindenkinek foglalkoznia kell. A mai naptól elindítottunk egy e-mail posta fiókot. Ez a kiberkapcsolat@tolna.polisz.hu e-mail címmel rendelkezik. Erre az e-mail címre bármelyik állampolgár, bárki el tudja küldeni azt a képernyőmentését, vagy azt az információt, ami bizonytalanná tette. És még mielőtt rákattintana valamire, letöltene valamit, vagy esetleg megadná érzékeny adatait, ezt meg tudja tőlünk kérdezni. Munkanapokon fogadjuk mi ezeket az e-maileket, meg fogjuk vizsgálni, és szakmai szakértői válaszokat fogunk adni, egyébként bűnmegelőzési ajánlások mellett. Ezen kívül Huszti Gábor hozzátette, hogy hozzávetőlegesen a napi internetfelhasználók 40%-a a 65 év feletti lakosság. Fontos, hogy ez a korosztály kellőképpen tájékozott legyen, mert naponta nő az internetes bűnesetek száma.